Sziasztok! Ez a Pergamenre hány szavak csatornája, és a mai videóban egy újabb kedvenc könyvet fogok elolvasni. Ebben a videóban Bauer Barbarától a Fekete Rózsa című könyvet fogom elolvasni, ami Kati kedvenc könyve. Vagyis hát tudjuk, hogy Bauer Barbara a kedvenc írója, és ez az egyik kedvenc története az írótól, úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy ez egy nagyon jó választás lehet nekem is, mert ez egy szerelmes, romantikus történet lesz, háború idején játszódik, és hát valahogy úgy képzelem el, mint Mörk Leonóra történeteit egyébként, nem tudom miért, de úgy érzem, hogy hasonló lesz ez a könyv. Ahogyan mindig, most is először küldtünk egymásnak kérdésekkel teli üzenetet videóformájában, úgyhogy először nézzük meg, hogy Kati hogyan is vezeti be nekem ezt az olvasmányélményt, és miket kérdez róla. Szia, Evelyn! Nagyon örülök, hogy végre elolvashatjuk egymás kedvenc könyvét, történetét. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog adni számomra Jodi Picó Életszikra című könyve, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog tetszeni neked az én egyik kedvencem, Bauer Barbara a Fekete Rózsa című kötete. Bauer Barbara kedvenc írónő, de ezt szerintem mindenki tudja, te is, és ez az egyik kedvenc történetem tőle, de bármelyik könyvét nagyon szeretem, mert nagyon jó a stílusa, nagyon jó témákat sorakoztat fel ezekben a könyvekben, amelyek hozzám nagyon közel állnak. Kérdésem lenne ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy hogyan érint a háború témája, amikor ilyenről kell olvasnod egy kötetben. A könyvvel kapcsolatban pedig az érdekelne, hogy mit szóltál az Andris nagyapjához, aki fennél a szülőhegyen, és nagyon érdekes stílusa van, viszont nagyon jó szakember. Továbbá érdekelne, hogy mi a véleményed az ilyen szerelemről, amely gyermekkorban köttetik, és hosszan-hosszan, talán életfogytiglan is tart. Illetve kíváncsi vagyok, hogy hogyan érintett a kitelepítés témája a család története, a család traumája ebben a kötetben. Nagyon jó olvasást kívánok neked, kívánom, hogy legyen ez is egy nagyon jó olvasmányélmény, ahogy a többi kedvenc könyved is. Jó olvasást! Nos tehát, mikor felveszem ezt a videót, akkor már elolvastam belőle hát egy 50 oldalacskát, úgyhogy arra a kérdésre tudok már válaszolni, egyrészt, hogy hogyan érint engem a háborús történet. Igazából nem kifejezetten szeretek háborúról olvasni, de úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó történet lesz háborús szempontból is, mert kikerülhetetlen a téma, nagyon sok jó könyvet olvastam már a témában, és hát igazából én gyanítom, hogy itt az fog történni, hogy a fiú elmegy a háborúba katonának, a lány pedig otthon marad és vár rá, ami egy nagyon szomorú dolog. Én ezt nem éltem volna túl, hogyha abban az időben élek, amikor elviszik a férjeket katonának. De ugye itt még egy gyermekszerelemről van szó a történet elején, egyeken játszódik a történet, és a másik kérdés a Katinak az volt, hogy hogyan viszonyulok ahhoz, hogy gyermekkorban lesznek szerelmesek, és gondolom, hogy majd végig kíséri az életüket ez a szerelem. Hát én ezt kifejezetten szeretem, mivel az én életem is hasonlóan alakult. Én nagyon szeretem ezt látni, amikor kitartanak az emberek egymás mellett, aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valamilyen zökkenés az ő kapcsolatukban a háború miatt, meg egyéb dolgok miatt, kíváncsi vagyok nagyon. Még egy kérdésére tudok Katinak válaszolni, de majd erre lehet, hogy még egyszer fogok, hogy hogyan tetszett a nagyapa karakter, már megjelent a történetben, és nagyon-nagyon tetszett, hogy a bor készítésről ennyi mindent megtudtunk általa. Nagyon ízesen, szagosan mutatja be ezt a szakmát, és igazából én soha nem értettem, hogy szegény szőlőből miért bort csinálunk, amikor sokkal finomabb a szőlő szőlőként, de mindegy, egyébként én is szoktam borozni, de úgy érzem, hogy mintha ott lennék velük, és érzem a bor ízét a nyelvemen, az illatát a szőlőnek. Én életemben egyszer kiskoromban óvodásként voltam egy szüreten, ahol mustot készítettünk, és aztán azt meg is ihattuk. Nagyjából 6 éves, 7 éves lehettem, vagy lehet, hogy még kisebb, és mégis megvan az egész a fejemben, mert annyira nagy hatást tett rám, nagyon-nagyon erős élmény szerintem, ízekben, szagokban, minden ilyesmiben egy bor készítési folyamat, és ez így össze, meg pláne nagyon-nagyon jó most, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt a témát is behozza a könyv. Egyelőre ennyit tudok elmondani erről a könyvről,
Nagyon érdekel, hogy hova fog kifutni, és hogyan fog folytatódni a történet, úgyhogy megyek és olvasok, és valószínűleg akkor fogok bejelentkezni, hogyha a felét elolvastam, mert ez nem egy hosszú könyv. Azt még nem mondtam, de látni fogjátok, mert belinkelem Kati videóját is, hogy ő Jodi Picoult-tól az Életszikra című könyvet választotta. Igazából nagyon vicces, mert azért ezt a könyvet választotta a kedvenceim közül, mert körülbelül minden más már olvasott az én kedvenc könyveim közül, szóval ez azért mutatja, hogy mennyire hasonlóan olvasunk mi ketten, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz róla a véleménye, mert ez egy nagyon-nagyon erős könyv szerintem, úgyhogy remélem, hogy fog neki tetszeni. Első rész. Hóangyalok. Fodros a szoknyája. Nem valami könnyű sejem, omló szatén, a nyári forróságban hűsítő zsorzsett. Nehéz vászon. Rajta kötény, halvány lila. Kis semlén ül, régi, fényesre kopott bútor darabon. Ölében tál, apró virágokkal az oldalán, mellette kandúr lustákodik. Egy. Egyek. 1935 tele. Anyám minden újságot eltett, amit fontosnak ítélt. De hogy mi a fontos, azt csak ő tudta megmondani. Olvasom a könyvet, most fogok elérni a feléhez, és ott járunk, hogy a fiúkat már behívták a háborúba, és most éppen azt várjuk, hogy hazajöjjenek, vagy hogy hírt adjanak magukról, és erről eszembe jutott valami, amit most megmutatok nektek. Ez pedig néhány régi levél. Sajnos nincsen ráírva egyikre se az, hogy mikor íródtak, de elég régiek, és ez honnan van nekem? Hát onnan, hogy gimiben az osztályjal elmentünk egyszer egy gyár látogatásra, egy olyan gyárba, ahol már beszüntettek minden munkálatot, és rengeteg ilyen levél, meg ilyen dolgok voltak ott szétszórva, és mindenfélét elhoztunk, és elhoztunk egy csomó levelet, és nekem ennyi maradt meg ebből. És egyébként ez lehet, hogy ciki meg gáz, de hogyha az nem kellett senkinek, akkor miért ne hozhattuk volna el, és megmarad így is a jövő nemzedékének. Fogalma sincs, hogy ki ez a Laci meg az Erzsi, akiknek a levelezését én őrzöm, de őrzöm, mert egyébként nagyon szép, és annyira jó, hogy itt még levélben kommunikáltak. Egy kis részletet fel is olvasok, de egyébként én is kaptam levelet a férjemtől annó, nem is egyet, pedig már akkor nem volt az annyira divat, és én leveleztem is, és azok is megvannak rengeteg emberrel, amikor póniklubos voltam. Drága Erzsikém, sajnos fel kellett ébrednem abból a gyönyörű szép álomból, amibe te akaratlanul is belekergettél. Ezek után, a szép napok után újra dolgozni kell, de annak nagyon örülök, hogy megbizonyosodtam arról, hogy távol létemben is mindig nagyon szeretlek, és ez a szerelem most is éppen olyan lángal ég bennem, mint amikor ott voltál mellettem. Édesem, emlékszel, hogy kértem az ápolónőt, hogy költsön fel reggel, nehogy elaludjak. Erre nem volt semmi szükség, mert én azon az éjszakán nagyon keveset aludtam. És mikor jött felkölteni, én már fel voltam öltözködve. Megköszöntem kedvességét, amit értem és értünk tett. Aztán kimentem még az erkélyre, és az ablakot felé néztem, és azt suttogtam halkan, szervusz, te tündérkirálynő, szervusz, szerelmem. És így egy nehéz bőröndel és még nehezebb szívvel elindultam a vonathoz. Stb. Nem szeretném az egészet felolvasni azért nektek, de ez annyira csodálatos, és ez most onnan jutott eszembe, hogy várják itt a levelet a Fekete Rózsában a behívott férfiaktól, és általában a romantikus történetekben az van, hogy a férfi a frontról ír a nőnek, a nő pedig ír a férfinak, hát ha megkapja, és most itt ilyen nem volt ugyan, de levelezés így is volt,
akármennyire szép dolog is ez a levelezés, meg ez a háborúba vonulás és írás a másiknak, én nagyon örülök, hogy ebből kimaradtunk, és remélem, hogy soha nem fogunk olyan helyzetbe kerülni, hogy ehhez kelljen folyamodnunk, hogy tudjuk, hogy éle még egyáltalán a szerelmünk. Na, sziasztok! Elolvastam a felét a Fekete Rózsának, ami nem a rózsa neve, ne mondjak hülyeséget. És nagyon tetszik eddig, most már nagyon féltem a főszereplőinket, mert hogy mindenki behívást kapott a férfiak közül a családból a második világháborúba, és egyébként rájöttem, hogy második világháborús témában magyarországi vonatkozással még nem nagyon olvastam szerintem könyvet. Mert nagyon érdekes itt minden, amit ugye tanultunk a történelem órán, az így megjelenik, és ahogyan ez hat a családokra, az nagyon érdekes. Itt a főszereplő család, Félix Schwab, ez is fokozza azt az egészet, a politikai helyzetet, minden ilyesmit. És hát nagyon-nagyon szomorú az, ami történik a háború alatt a családokkal. Ezt nagyon erősen mutatja be ez a könyv. Ugye szerelem szempontból is, meg család szempontból is borzalom. Anyukát is látunk, akit megvisel, hogy a fiait behívnak. Ne izguljunk azon, ami nem történt meg, de egyébként én, amikor erről a témáról olvasok, mindig attól félek, hogy egyszer ugyanebben a helyzetben fogjuk találni magunkat, és nincs lehetőségünk nemet mondani, mert ahogyan ezt már több könyvnél is mondtam, itt nincs választási lehetőség. Ezt az Achilleus dalánál emlegettem még, hogy nincs választási lehetőség. Akkor nem vagy férfi, hogyha nemet mondasz a háborúra, és utána már nem fogsz úgy visszatérni, ahogyan elindultál, és ez nem testileg értik legfőképpen, hanem lelkileg, és ez a legborzasztóbb, hogy ezen senki nem tud segíteni. Úgyhogy ez a fő témája jelenleg a könyvnek, és nagyon-nagyon várom, hogy mi lesz a továbbiakban, mert egyre inkább félek olvasás során. Befejeztem a Fekete Rózsát. A második fele a könyvnek nehéz volt. Nehezebb, mint az első. Az első felére mondanám azt, amúgy spoilermentes a videó, szóval semmit nem fogok lerülni, de az első felére azt mondanám, hogy romantikus, kis bajós, háborús háttérrel látjuk felnőni őket, látjuk, hogy milyen az első szerelem lényegében. És aztán a második fele kemény háború, kemény veszteségek, keményen bemutatja azt, hogy milyen volt Magyarországon, konkrétan egyeken a második világháborút megélni Schwabként. És ezt szeretném kiemelni ebből a könyvből, hogy ugye mondtam, hogy még nem olvastam magyarországi vonatkozású háborús történetet, de az Abigailt, igen, de hát abban nem éreztem ennyire nagyon a háborút, viszont itt nem csak, hogy azt látjuk, hogy Magyarországon milyen volt a háború, látjuk itt a szovjeteket, látjuk a németeket, látjuk a harcokat, a hatalmi harcokat, és látjuk azokat a történéseket, amiket ugye mondtam, hogy a történelem órákon már megtanultunk. Ezen kívül viszont látjuk azt, hogy van egy családunk, akinél az apa német, az anya pedig magyar, és ők magyarnak vallják magukat, magyarul beszélnek, de hát nyilván ettől függetlenül azért valamennyire őrzik a német hagyományaikat is. És hogy nagyon sok ilyen betelepült család, akik félig valamilyen más származásúak, azok rettenetesen nehéz helyzetben vannak a háború idején. Egyébként is úgy gondolom, hogy minden ilyen család nehéz helyzetben van a mai napig, ott, ahol lakik, de ez, hogy a háború idején, amikor a németek, a gonoszok lényegében, hát ez egy egészen más kérdés. Nagyon-nagyon nehéz volt ez a rész a könyvben, a második felében, és nagyon megvilágosító és érthető, hogy igazából az egyik pillanatban az a jó, hogyha te a németekhez tartozol, a másik pillanatban pedig az a jó, hogyha magyarnak vallod magad, és ebben a skizofrén állapotban neked el kellene döntened, hogy igazából minek tekinted magad. Ez rettenetes lehet, meghasad az ember, és én egyszer láttam erről egy filmet kulturális antropológia órán, szlovákokról szólt, akik magyarul beszélnek, de Szlovákiában élnek, és szlovákul kell beszélniük és tanulniuk, de közben magyarnak gondolják magukat, de Magyarországon is kinézik őket, és két tűz közé kerülsz. És meghasadsz,
mert nincs nemzeti öntudatod, és amúgy nem gondolunk bele, mert hogyha valaki nem ez a magyar vagyok vissza Trianont gondolkodás, hanem egyszerűen csak éldegél, és nem gondol ebbe bele, hogy ő mennyire magyar, mennyire tekinti magát magyarnak, az nem gondolja, hogy hiányzik bármi az életéből. De hogyha elvennék ezt, a magyar tudatot, vagy akármilyen tudatot, amiben élsz, akkor hidd el, hogy kibillenne alólad a talaj. Mert nagyon fontos az, hogy legyen egy otthonunk, egy ország, amit a magunkénak tekintünk, egy nemzet, egy nyelv, amit a magunkénak tekintünk, és ezt nagyon-nagyon erősen visszaadja ez a kötet. És erről a témáról én még soha nem beszéltem a csatornán, és azon a filmen kívül még soha nem is gondolkodtam ezen. Trianont is említik ebben a történetben, és ez megint egy olyan téma, ami engem mindig érdekelt, mert kiskoromban is sokszor láttam a Trianon előtti, utáni állapotokat, a vissza nekünk a területeket, és minden ilyesmit. Graffitin, történelmórán, Facebookon, és sosem értettem. Mert ez nem kapott akkora szerepet, de akkor is. Erről még szívesen olvasnék valamilyen könyvben. Ez a történet második fele sokkal szomorúbb volt, sokkal bajosabb volt. Látjuk a háborúzást, és azt, hogy hogyan töri ez meg a férfiakat, hogyan töri meg a hátramaradt családokat, és hogyan töri meg a szerelmeseket. De nagyon szép is volt, és nagyon érdekes volt, és hát 5 csillag lett. És akkor ezt meg is válaszoltam Kati utolsó kérdését, ami a kitelepítésről szólt, hogy ez hogyan érintett engem. Hát így. Ez volt szerintem az a legfőbb dolog, amit adott nekem ez a könyv, és amin a legtöbbet gondolkodtam, és ami a legszomorúbb volt, de tényleg megérte elolvasni. És még a nagyapa karaktere visszajön, a vénember, ahogyan nevezik, visszajön a történet második felében, és ennek nagyon örültem, mert úgy éreztem, hogy nem kaptam belőle eleget, és még szimpatikusabb lett, és nagyon tetszett ez a hegyre felvonulás, ahol csak a szőlőnek és a bortermesztésnek élünk, ez nagyon szép volt. Azért kaptam valamiféle megnyugvást a kötettől, valamiféle megoldást a kötettől, úgyhogy ennek örülök. Itt azért, bár megvan egy nagyon erős szerelmi szál, úgy éreztem, hogy nem ezen volt csak a hangsúly, fele-fele arányban volt szó a háborúról és annak hatásairól, és a szerelemről, és a kitartásról a szerelem terén. Igazából nem romantizálta a háborút, pedig lehet, hogy ez jobbat tesz a lelkünknek, lehet, hogy ezt könnyebb megemészteni, de nem. Ez egy nehéz kötet volt, de nem bánom egyetlen, hogy elolvastam. Egy nagyon-nagyon érdekes kötet volt, úgyhogy mindenképpen 5 csillag, és nagyon örülök, hogy elolvastam, és értem, hogy miért szereti Kati Bauer Barbarát, és értem, hogy miért jó ez a könyv. És a legszebb, hogy Bauer Barbara végén leírja azt, hogy mennyi kutatást végzett egyeken, és hogy miket tudott meg, és hogy ezt szerettem volna kötetbe ültetni, és ez szerintem nagyon-nagyon jó. Tehát ha írnék egy könyvet, én is így szeretnék írni egy könyvet, hogy elmegyek abba a faluba, ahol én a történetemet elképzeltem, ahol tudom, hogy vannak emberi sorsok, amiket érdemes összegyúrni, és beleönteni egy kötetbe, és így írnék én is meg egy történetet, szóval... Ez nekem nagyon tetszett. Ennyi lett volna ez a kedvenc olvasás. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ez a könyv is a kezembe került. Na, eddig annyira pozitívak ezek az olvasások, hogy teljesen ráfügtem. Jövő hónapban is várható egy ilyen. Nagyon izgulok amiatt is. Nagyon köszönöm Katinak, hogy együtt olvasunk. Én nagyon örülök, hogy megismerhettem az ő egyik kedvenc könyvét. Ennyit szerettem volna mára. Sziasztok!